Köszöntök ismét mindenkit. Ma már ugye október 1-e van, amiből törvényszerűen az következik, hogy mindössze 3 hónap van hátra az évből, mindjárt itt a január. Alapvetően és jelentősen változnak meg a kafetéria szabályok. Ennek ellenére egészen megdöbbentő, hogy egy friss felmérés szerint a cégeknek mindössze, figyeljenek ide, 1%-a tudja pontosan és egészen biztosan, hogy mit csinál majd jövő évben. Hát erről a témáról beszélgetünk a következő percekben. Szendrő Tamás, az Edenred Magyarország kereskedelmi igazgatója vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen! Ez ugye az önök reprezentatív telefonos felmérése, ez önöket is meglepett? 1% az olyan, mintha szinte senki nem tudná, hogy mit csináljon jövőre. Nagyon meglepett minket, ugye ez, talán egy kicsit beszélnek az okairól, hogy mi is csináltuk ezt a felmérést, hiszen, mint ahogy vezette, idén egy elég jelentős változás történt a kafetéria szabályokban, és nyilván mint egy tőzsdén vezetett cég, ugye az anyacég a angol tőzsdén van jegyezve, tudnunk kell, hogy a jövőben mi fog történni, mennyire pozitívak vagy negatívak a trendek, és azért kell megkérdeznünk azokat az embereket, akik ebben mondjuk azt, hogy hathatós döntéssel bírnak, leginkább HR vezetők, pénzügyi vezetők, és 300 közép- és nagyméretű cégnek a vezetőjét kérdeztük meg. Nagyon megdöbbentünk ezen az eredményen. De hogy nem tudják még, hogy mit csináljanak? Igen, hát itt érthetetlen, ugye... Ja, igen, hogy miért is van ez, talán az okokba kéne talán elmélyednünk. Ugye hirtelen jött egy nagyon markáns változást. Ennek az egész piacnak, mondjuk egy az adó kedvezményekhez kötődő juttatási csomagoknak és piacnak a hagyománya azért most már egy 20 évre nyúlik vissza Magyarországon, és ebbe egyetlen egy igazság volt mindig, hogy mindenében van változás. Nagyon ilyen mértékű. Tehát ugye, ha esetleg valamelyik nézzünk, meg nem tudná teljesen pontosan, leegyszerűsítve gyakorlatilag csak és kizárólag a szép kártya, aminél megmarad a kedvezményes adózás. És összes többi eltűnik, vagy nem tűnik el, csak nem lesz kedvezményes adózású. Szakmailag egyébként önök mit szólnak ehhez a változáshoz? Szakmailag mi ezt mondjuk azt, hogy megítélni nem tudjuk, tehát minősíteni nem tudjuk, hiszen nem ez a feladatunk. Mi ugye 25 éve vagyunk jelen, és amikor bármilyen szabályzás is következik be, mi arra egy megoldást tudunk adni, hogy utána, hogy tudnak mondjuk azt, hogy a munkáltatók vagy a munkavállalók az a leglogikusabb és legpraktikusabb módon hozzáférni. Én azt gondolom, hogy itt azt kell megvizsgálni, és ez egy társadalmi kérdés, hogy ez olyan időszerű-e. Tehát ugye ezeknek a juttatásoknak különböző típusai vannak, mi alapvetően kettő irányba szoktuk őket sorolni. Van egy jóléti jellegű juttatás, és van egy megélhetési jellegű juttatás. Az éppen a társadalom... Soroljuk fel, hogy az eddigi elemekből akkor melyik, ugye melyik? Hát én azt gondolom, hogy minden, ami a közvetlen megélhetéshez, mondjuk az élelmiszervásárláshoz, vagy mondjuk egy családnak a normál költéseihez kötődő juttatási forma, ezek inkább a megélhetés. Vagy éppen lakbér, iskolakezdési pontosan támogatás. A bruttó 100 000 forintos eddigi kedvezményes csomag is ugye inkább ide sorolandó. Minden olyan, ami azért már a normál megélhetésen felül, vagy azon túl növeli a családnak a komfortérzetét, a megélhetésén túli, mondjuk azt, hogy inkább már tényleg a jóléti társadalom felé mutató elemeket, legyen ez akár egy üdülés, legyen ez mondjuk egy előtakarékosság, vagy legyen ez egy bármilyen kedvezményes, de nem az adott hónapra és nem az adott rövid távra fókuszáló juttatás, mi ezeket sorolnánk inkább. Az eddigi tapasztalat egyébként, mi az emberek mit szeretnek jobban, vagy mit éreznek fontosnak, mert ugye nagyon nem mindegy. Tehát egyrészt, ha mondjuk szépkártyában kapom a béren kívüli juttatást, az azért jó, mert hogy lehet, hogy olyan, tehát elmegyek egy utazásra, amire nem mentem volna. Tehát kvázi mondjuk idézőjelben lehet ezt egy luxusnak tekinteni. Viszont másik oldalról megmondhatja valaki azt, hogy én nem fogok elutazni, mikor a gyereket egyébként nem tudom, hogy iratom be az iskolába, tehát nekem fontosabb lenne egy iskolakezdési támogatás, vagy egy lakbértámogatás, tehát a megélhetéshez kötődőket értékelik jobban az emberek, vagy a úgymond extra szolgáltatást nyújtott. Én azt gondolom, hogy a fő irány és a fő szabály az az, hogy a legszélesebb körben használt és igényelt juttatási forma az a legszélesebb felhasználhatósághoz kötődik. Magyarul élelmiszert mindenki vásárol, magyarul lakbért mindenki fizet, tehát így a legnépszerűbb elemek azok a széles felhasználhatóság és a nagyon konkrét felhasználhatóság felé vannak. Én azt gondolom, hogy a szép kártya az egy ilyen nagyon vegyes, nagyon hatásos és nagyon vegyes történet, hiszen hogy ott három zsebet különböztetünk meg. De bocsánat, tehát most magyarul azt mondta, hogy talán az élelmiszer utalvány volt a legnépszerűbb? Hát annak idején ugye így vezették be Magyarországon ezt az egész rendszert, hogy az élelmiszer, ugye annak idején, amikor ez az egész rendszer bevezetésre került,
20 évvel ezelőtt, akkor ugye még a egyértelmű volt az, hogy a juttatási rendszer ez inkább a megélhetési juttatásokhoz kötődik, és az élelmiszer ilyen szempontból a legnépszerűbb. És akkor ugye most az történik, hogy gyakorlatilag az összes megérhetését tulajdonképpen kivezetik a rendszerből, ez egyetlen, ami igazán megéri, marad a szép kártya. Hogyan gondolkodnak a munkáltatók? Önök egyelőre mit látnak? Mondjuk adott egy cég egy évben, nem tudom, 150 ezer forintnyi béren kívüli juttatást, adta mindenfélében, lehetett választani több lehetőség közül. Mit fog tenni a cégek nagy része? Átteszi mondjuk szép kártyába? A cégek egyelőre kivárnak. Azért ezen a piacon még az is jellemző volt, hogy születik egy adótörvény döntés valamikor itt a ősz lezárólag, de valamikor évvégén felszokták puhítani ezt a rendszert, hiszen akkor történik meg valóban a társadalom bizonyos elemeitől egy olyan érdekérvényesítési kísérlet, amin keresztül mondjuk a jogalkotó még valamit puhít ezen. Ez jellemző ma is a cégek. Erre számítanak önök most rendesen? Tehát ugye ott tartunk, adótörvényeket elfogadták, abban feketen-fehéren, így van benne, hogy csak a szép kártya, ugye a kedvezményes. Reálisan önök számítanak arra, hogy még ezen változtatnak, finomítanak, puhítanak? Mondjuk azt, hogy mi nem számítunk erre, tehát mi felkészültünk a jelenlegi jogszabályok által előírt környezetre, és ehhez igazítjuk hozzá a termékportfóliónkat. Én azt mondom, hogy a HR-esek és a piac az még kivár. Ők reménykednek. Önök szerint? Én azt gondolom, hogy kevesebb, mint 20% esély van arra, hogy itt jelentős felpújtás lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szabályzás, ez most így elég markánsan lett kommunikálva a kormányzat részéről, és én azt gondolom, hogy ez, valószínűleg ez a szabályzás meg is fog maradni. Picit visszatérve a szép kártyára, én azt gondolom, hogy a mai cégeknek, a 10-nél többet foglalkoztató cégeket kérdeztünk meg, hiszen nekünk mondjuk az, hogy ez a fő célcsoportunk, és az látszódik, hogy valamilyen juttatási csomagot a cégeknek több mint 2/3 ad, viszont kevesebb, mint fele adja a szép kártyát. És akkor kicsit mélyebben belementünk ezekbe a kérdésekbe, hogy vajon aki a szép kártyát adja, az ki akarja még ezt jobban terjeszteni, vagy be akarja még emelni nagyobb összegekbe a szép kártyára még esetleg, hiszen a keretösszeg itt egy kicsit megint csak változtak, hiszen egy nem a legkedvezőbb, de egy kedvező adózású, mondjuk az, hogy irányban még lehet a elfogadott kereteken felül is adni a szép kártyára. Summa summarum, igazából a cégeknek a zöme azt mondja, hogy igen, a szép kártyát adom, megtartom, de továbbfejlesztési lehetőséget kevésbé látok benne, hiszen már akinek ez jó volt, azt én eddig lefettem. Ami a munkavállalók szempontjából nyilvánvalóan a legfontosabb kérdés, az az, hogy kevesebbet fognak-e keresni jövőre. Most teljesen mindegy, hogy hogyan, tehát munkabérem plusz béren kívüli juttatás, vagy az eddigi béren kívüli juttatás összegét beleteszik a munkabérben. De kell-e attól tartaniuk a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok között, ahol ugye leginkább azért munkaerőhiány van, tehát kell-e attól tartaniuk, hogy esetleg valakinek valahol csökken ilyen értelemben a fizetése, illetve egyáltalán a juttatás, amit kap? Rögtön két részre venném az egészet. Az első és legfontosabb válasz, hogy valóban a munkaerőpiaci helyzet és a cégeknek a jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a nettó csomag az csökkenjen. Tehát azért ezt egyértelműen a cégeknek a 90% azt mondja, hogy nettót én nem fogok csökkenteni, mert onnantól kezdve én egy munkaerőpiaci fogja a munkavállaló és elmegy, mert bárhova máshova tud menni. Viszont jön a következő kérdés, hogy vajon beépítem-e a bérbe, hiszen itt jön be a munkaadói szándék, hiszen ennek is vannak értékei és elképzelés, hogy hogyan menjünk tovább. Az viszont egyértelműen látszik, hogy a cégeknek a zöme nem akarja beépíteni ezt az alapbérbe, hiszen onnantól kezdve azt a rugalmasságot, amit eddig a kafetéria és az ehhez kötődő történet jelentett, azt elveszíti a cég. Mert pedig minden cégnek megvan a maga saját élete, ami ezt hozzá akarja irányítani. Ja, mert hogy egyszer csak, ha valamilyen úgy alakulnak a viszony, munkabért ugye nem tud olyan egyszerűen csökkenteni, kafetériát el tud venni. Ó, megértettem sajnos a gondolkodásnak a lényegét. Nagyon köszönöm, hogy itt vett meg. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.